Ez az a formanyomtatvány, az elektronikus jótállási minta, amely minden részletszabályt tartalmaz. Az elmúlt 9 hónapban fokozottan ügyelni kellett arra, hogy a jótállási jegyen minden esetben szerepeljen a termékre irányadó jótállási idő, az eladási ártól függően. Bár jogszabály nem írja elő, de ugyanezért célszerű a vételár feltüntetése is. Keszthelyi Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzései alapján elmondható, hogy 10-ből 6 üzletnek nem sikerült hiánytalanul lekövetni a megváltozott előírásokat. Korábban, tehát január 1-e előtt minden termékre 1 év volt a kötelező jótállás, de január 1-től ez már lehet 2 év, vagy akár 3 év is. Továbbra is 1 év a jótállási idő a 100 000 forintos termékekig, tehát hogyha egy termék 100 000 forintnál olcsóbb, akkor 1 év a jótállás, de hogyha drágább, akkor 2 év, illetve a következő határa 250 000 forint, tehát hogyha 250 000 forintnál drágább egy termék, akkor pedig 3 év a kötelező jótállás. Tehát ugye jellemzően az elektronikai eszközökre, háztartási, nagyobb háztartási készülékekre jellemző, és itt 3 év a jótállás. Ez egyrészt ugye a fogyasztók jogait is erősíti, másrészt pedig cél volt az is, hogy a gyártókat ösztönözzük arra, hogy hosszabb távú, fenntarthatóbb termékeket gyártsanak, tehát az 1 év kötelező jótállás után ne romoljanak el a termékek, tehát egy 3 évig jót kell állni a tulajdonképpen a gyártóknak, kereskedőknek a termékért. A jogszabály módosításnak köszönhetően kiszámíthatóbbak lettek a javítási és csere határidők. A fogyasztóvédelmi hatósághoz rendszeresen érkeztek olyan bejelentések, hogy még jótállás keretében is hónapokig kell várni például egy mosógép megjavítására, ami nagy bonyodalmat okozott. A panaszok miatt változtatni kellett. Továbbra is törekedni kell a 15 napos javításra, ugyanis ez volt a legnagyobb probléma, mert úgy szól a jogszabály, hogy a kereskedőnek törekednie kell a 15 napos javításra, és hogyha mondjuk 3 hónapig javította, akkor is joggal mondta azt, hogy ő törekszik rá, csak nincs alkatrész, vagy bármilyen egyéb oka van annak, hogy nem tudja megjavítani a terméket. De január 1-től, hogyha 15 napon belül nem tudja megjavítani, akkor a 15. napon tájékoztatást kell küldenie a fogyasztónak arról, hogy mikor várható a javítás, hiszen ugye az is probléma volt, hogy a fogyasztónak fogalma nem volt arról, hogy mikorra érkezik meg majd a kijavított termék, tehát a 15. napon már van egy kapcsolat a kereskedő és a fogyasztó között, egy információ, hogy mikorra várható, és hogyha 30 napon belül sem tudja megjavítani a terméket, akkor kötelező kicserélni, tehát a 31. napon már egy új termék jár a fogyasztónak. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az új jogszabályok betartását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások több mint 60%-ánál problémát jelent a helyes és érvényes jótállási jegy kiállítása. A jótállási jegy mintát bárki ingyenesen letöltheti a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalról.